Hát az évszámokról hallgatok. Az szakadt, az csak az ne, évszámok, már az... Nem, az vicces, hogy fogalmunk nincs. Erre semmi szükségem, mert volt. Akasztják a hóhért. Az én vendégem Storr András. Én nagyon nehéz szíve jöttem ide. Én amióta elmentem ebből a színházba, én nem voltam abban a színházban. Ez több mint 20 éve volt. Anyukád is itt lesz. Igen. Jézusom! Nagyon izgulok. Mind a ketten nagyon izgulunk. Magas vagy. Te vagy magas. Szelfit. Hát hogy a fenébe? Akkor hova menjek? Na most ez így. Azt tudom, hogy felülni kell. Ez éles. Ez éles. Éles, de várjál. Én ezt... Nem. Azon gondolkoztam, hogy van elég kisebb hely. Tehát úgy értem, hogy van kabra, van zsufli, és akkor... Már fejlesztés alatt van. Talán nem izgultam még ebbe a színházba így. Hogy került ide? Határon túl, ezt a határon túl itt nem nagyon szeretem, mert nekünk meg örök a határon túl. Mi? Túlságosan jól ismerjük egymást. Ne lőd el a deska pohar, Janival. Könyörgöm. Tudod, hogy a vendéglátó. Igen, azért csináltam egy ilyen kesztyűs látványát. Állandó elégedetlenséggel éljük végig a pályánkat. Nem tudom, hogy neked van-e olyan szereped, amire azt mondod, hogy na ezt jól megcsináltam. Az egyik ez a monológ, az Azt meséld el Pista című monológ, amit nagyon régóta mondok már, de többet nem tudok mondani, igazad van. Hogy érzed? Már a főiskolán is érezhető volt egyfajta műfaji kirekesztettség a musical játszás irányába. És ez a frusztráció, ez az elmúlt 20, nem tudom hány évet, ez azért így végigkísér. Mostanában valami más funkciód is van, valami stúdióban a művészeti vezető. És az mit csinál a művészeti vezető a stúdióban? Semmit. Szövődött közöttünk valami mély barátság. Ő végig kísérte az én házasságaimat, én végig kísértem az ő szerelmeit. Összeragyunk. Fehérre kell nézni. Jobb jött. Hát ez most... Gyerekkoromban is utáltam a fotózást mosolyjal. Hát mire mosolyog jó? Jó, ez már szuper.